Sok szeretettel köszöntelek benneteket, és Isten gazdag áldását kívánok mindjártok számára. Hétfőn délelőtt csörgött a telefon, és felvettem, és Norbi azt kérdezte, hogy miről fogok prédikálni. Mondtam, hogy hát másnap kedden válaszolok akkor, ha küld nekem egy e-mailt, mert ha nem, elfelejtem. Megjött az e-mail, elküldtem neki a igehirdetés alapigéjét, címét, és az egész hét azon telt, hogy ezzel a kérdéssel foglalkoztam, készültem. És a tegnap este, amikor leültem, hogy még egyszer átgondoljam ezt az egész kérdést, akkor beugrott egy másik név, egy másik igehely, és végig ott zakatolt bennem. Ezért ma nem arról az ígéről fogok beszélni, amit neked elküldtem, vagyis most nem arról az ígéről fogok beszélni, amit neked elküldtem, mert az a világ első önkéntes terrorista, öngyilkos terrorista erről szólt volna. De aki délután itt marad, arról is hall majd. Az alapígét Rút könyvéből olvasom. Rút könyve első fejezetéből az első 5 verset, majd a 4. fejezetből a 13-tól 17-ig terjedő verseit. Tehát Rút könyve első fejezet első 5 verse így hangzik. Abban az időben történt, amikor a bírák bíráskodtak, hogy éhínség támadt az országban. Ezért elment a judai Betlehemből egy férfi, hogy jövevényként lakik Moab mezején, vele volt a felesége és 2 fia. A férfi neve Elimélek volt, a feleségének Naomi, 2 fiának pedig Mahlon és Kiljon volt a neve. Efrataiak voltak a judai Betlehemből, el is jutottak Moab mezejére és ott éltek. De meghalt Elimélek, Naomi férje, és ott maradt az asszony 2 fiával. Ezek moábi lányokat vettek feleségül, az egyiknek Orpa volt a neve, a másiknak Rút, ott laktak mintegy 10 esztendeig. De meghaltak ők is mind a ketten, Mahlon és Kiljon is, úgyhogy az asszony ott maradt a 2 fia és férje nélkül. Majd a 4. fejezet 13-tól 17-ig elvette tehát Boáz Rútot, és az ő felesége lett. Bement az asszonyhoz, és az úr megadta neki, hogy teherbe essen és fiat szült. Akkor ezt mondták az asszonynak, asszonyok Naominak, áldott az úr, aki nem hagyott most téged rokoni támasz nélkül, legyen híres a neve Izraelben. Legyen ő életed megújítója és gondviselője öregkorodban. Hiszen mennyet szülte őt, aki szeret téged és többet ér neked 7 fiúnál. Naomi pedig fogta a gyermeket, ölébe vette és dajkálgatta. A szomszédasszonyok nevet adtak neki, és azt mondták, fia született Naominak, és elnevezték ott őt Obédnak, ez volt Dávid apjának, Isainak az apja, eddig az ége. Míg a tanulmányban beszéltünk Rút történetéről, eszembe jutott egy gondolat, hogy Isten felhasznált egy családi tragédiát annak érdekében, hogy egy újabb pogány őst helyezem bele a nemzetségi táblázatába Jézusnak. De nem erről fogok most beszélni. Ez csak úgy beugrott, és lehet, hogy egyszer ezt is feldolgozom. Hanem Naomi útjáról szeretnék beszélni. Hogy honnan, hova jutott el. És ez nem fizikai értelemből, mert otthonról indult, aztán otthonra ért vissza, hanem más szempontból. Ezt az egyetlen igei gondolatot szeretném kiemelni Rút könyvéből. Hogyan formál Isten valakit, akit kiválasztott magának eszközül? Ebben az esetben Naomit, nem Rútot. Naominak az útja szépen kirajzolódik ebből a rövid kis bibliai könyvből. Honnan indult el, és milyen volt akkor. Milyen állomásokon keresztül vezette őt Isten, úgyhogy Naomi egyelőre nem látta, hova vezeti az út, hova vezet ez az út, csak Isten tudta a tervét vele, és hova érkezett meg.
Milyen ember az, aki Isten kezéből kerül ki? Az első állomást ilyen csúnya címmel jelölhetném meg, hogy Isten nélkül. Így kezdődött a könyv, abban az időben történt, amikor a bírák bíráskodtak. Milyen idő volt ez? Sötét idő. Olyan idő volt, amikor Izrael népe újra és újra hűtlenné vált ahhoz az Istenhez, aki kiszabadította őket a fogságból, áthozta a Vörös-tengeren, végigkísérte a pusztában, nagy ígéreteket adott, és ezeket az ígéreteket sorra rendre be is teljesítette. Ők szinte kihívó szemtelenséggel újra és újra kacérkodtak az őket körülvevő pogány népek bálványaival. Mivel Isten tudta, hogy a népének életkérdés, hogy ne hagyja el őt, mert csak vele való szövetségben van védve, ezért nem engedte, hogy egészen elszakadjanak, és mikor kezdtek eltávolodni, akkor mindig először utánuk szólt, ha ez nem hatott, akkor utánuk nyúlt elég kemény kézzel. Engedte, hogy azok a pogány népek, akiknek az isteneit annyira dicsőítik, leigázzák őket. Azt olvastuk, hogy ellenség pusztított azon a vidéken. Ebben az időben élt Naomi. Épp egy ítélet korszak, amikor azért, mert eltávolodtak Istentől, éhínség volt az országban. Mit csinál Elimélek, a családfő? Kimenekül Isten kezéből. Ahelyett, hogy megalázkodna Isten előtt az egész néppel együtt, azt mondja, hogy itt nincs kenyér, oda megyek, ahol van kenyér. Ez egészen természetes, mondhatnánk, és ez így van emberileg. Annak, aki nem ismeri a bűnbánatot, annak természetes. Annak, akinek nem hajlik a térde az Isten előtt, annak természetes. Hogyha itt nincs kenyér, akkor oda megyek. Ha itt nem jó nekünk, mert fellázadtunk Isten ellen, eltávolodtunk tőle, és most Isten ítéletét éljük meg, akkor elmenekülünk előle. És nem is gondol arra, hogy így még messzebb kerül tőle. A védelem forrásától még messzebb kerül. Ráadásul pogányok közé ment. Jó 150 kilométernyire az ország délkeleti, az országtól délkeleti irányba. Moab földjére. Nem kérdezi az Urat, hogy menjünk, maradjunk, mit csináljunk, milyen messzire menjünk, hova menjünk, mindnyájan menjünk-e, vagy csak én megyek, és hozom a kenyeret a családnak. Ez az, amit Isten gyermeke soha nem tehet meg következmények nélkül. Hogy Isten nélkül hozzon döntéseket, és induljon el egy útra. Ez az első, amiben megkérdez minket ma Isten, hogy természetessé vált-e már számunkra az, hogy akármi probléma adódik, dönteni kell valamit, valami újat kell kezdeni, nem tudom, mit tegyek, akkor őt kérdezem. Tele van a Biblia szép példákkal, amikor az emberek tanástalanok voltak, és Istenhez fordultak tanácsért. Szoktuk-e őt kérdezni? Jó lenne, ha kialakítanánk ezt a reflexet. Isten az első, akit megkérdezek. Uram, mit csináljak most? Akár csak egy egyszerű helyzetben is. Az alázatos ember nem szégyeni bevallani tanástalan voltát. Tanástalan vagyok. Itt Elimélek se nem kérdezett, se nem nyújtotta a kezét, pakoltak és indultak a pogányok közé.
És milyen megdöbbentő mindjárt az elején, olvassuk ezt a szomorú híradást, de meghalt Elimélek, Naomi férje, és ott maradt az asszony két fia. Az éhség elől menekül, és a halál karjaiba fut. Ebben van valami jelképes, aki Istent nem kérdezve önállósítja magát, és ő nélküle akciózik, az valami módon mindig a halállal találkozik. Hogy ez lelki vagy fizikai, arról most nem beszélek. Ott valami pusztulás, pusztítás, tönkremenetel következik be. Isten népének a tagjai már nem indulhatnak el Isten nélkül sehova. És soha. Jónás is mennyi bajt okozott másoknak és magának is azzal, hogy ellenkező irányban indult, mint ahova Isten küldte. Pedig megvolt a kísértés, még ideológiát is gyártott rá, hogy éppen ott volt a hajó, éppen annyi pénze volt. Valószínű, hogy Isten hozta ezt össze, nem? Hányszor gondolkodunk mi így? Pedig Sátán is össze tud hozni így dolgokat nekünk. Biztos, hogy nem ő küldte a hajót. Mert a hajó máshova indult, mint ahova Isten őt küldte. Erre kellett volna figyelni. Az első fejezet címe Isten nélkül. Így indul Naomi is. A második fejezet arról szól, hogy hogyan kezd Isten a nyomorúságot az ő javára fordítani. Áldása lesz neki a nagy keserűség. Ezt ő még egyelőre nem látja. A legtöbb ember nem szokta ezt látni, sőt azt mondja az ilyen mondatokra, hogy ez butaság. Naomi azonban egyelőre csak a nyomorúságot látja. Meghalt a férje, ott maradt két kisgyermekkel, idegenbe. Dolgozik keményen, neveli őket, a fiúk felnőnek, és megnősülnek. Olyan rövid az információ, de meghökkentő. Ennél moabita lányokat vesznek feleségül. Miért meghökkentő ez? Mert ezt mindenki tudta, mert a Mózes könyve is tele van vele, meg a tanítók, a proféták mindig mondták Isten akaratát, hogy pogányokkal ne házasodjatok össze. Mert általában érvényesül a lefelé nivelálódás törvénye. És nem a pogány lesz Isten félővé, hanem Isten népének a tagja süllyed el le a bálványimádás sötétjébe. Általában. Nem mondom azt, hogy nincs kivétel. Nem szabad a népnek a tagjai pogányokkal összeházasodni. Ez volt Isten parancsa akkor. És ebben az esetben úgy tűnik, eszébe sem jutott senkinek ott a családból, legalábbis nincsenek nyoma. Mondhatnánk azt, na de kiket vegyenek el, Moab földjén éltek, csak moabiták voltak. Éppen az, amin el kellett volna gondolkozni. Az ilyen helyzetek azok, amikkel Isten eszmélteti az ő engedetlenné vált gyermekét. Ha nektek eszetekbe jut most az, hogy pogánylányt nem szabad feleségül venni, akkor ebből az következik, hogy haza kell menni. Oda kell menni, ahol az Isten népéből való lányok vannak, azok meg otthon vannak, akkor menjünk haza sürgősen. Ez egy figyelmeztetés. És akkor következik be a legsúlyosabb próba. Meghal a két fiú is. Előbb a férje, aztán a két fia. Ez már olyan kemény szorítása volt Isten kezének, hogy felébred ez az asszony. Egészen tanulságos ebből a szempontból is elolvasni ezt a két fejezetet, meg az első fejezet végén. Hogyan riadt fel ebből a halálos álomból, amiben addig szenvedett. Nem látta Istent, nem vette észre cselekedeteit, nem eszméltette őt az, amit addig történt, és most olyan nagy megrázkódtatás, hogy erre kinyílik a szeme. Kérdés, hogy meg kell-e várni az ilyen megrázkódtatásokat? Mert szerintem nem.
egyszerre észreveszi Istent. Honnan tudjuk ezt? Amikor hazamegy Betlehembe, mindezekről úgy számol be, hogy mit cselekedett velem az Úr. Egyszerre látni kezdi, hogy Isten cselekszik. Az az Isten, aki elől ők elfutottak. Akivel évek óta nem törődtek. Akinek a cselekedeteit nem várta, nem kérte. Egyszerre rádöbben, hogy Isten ettől függetlenül van, része volt az életüknek eddig is. Megjelenik Naomi életében valami, ami Istenre jellemző. Honnan tudjuk ezt? Arról, hogy itt figyelnek fel a mennyei arra, hogy az anyuka hogyan gyászol Moab földjén, nem így szokás gyászolni. Nincs hisztéria, nincs önsajnálat, nem tépi a haját, nem veri a fejét a falba. Pedig mindezt megérteni az ember három ilyen súlyos veszteség után, és Moab viták között ez volt a természetes gyász. Ez az azt mondja, hogy egyfolytában gyászol, és most a szeme fényeit is elvette Isten a két fiát. Egyszerre érdeklődni kezdenek Naomi Isten után annyira, hogy az egyik menye, Ruth, eljut oda. Azt szeretném, hogy a te Istened az én Istenem legyen. Ez nem mentem olyan könnyen. Ezzel megtagadta népét, múltját, kultúráját, vallását, mindent. Ez megható és kedves, hogy ezt mondta, Isten az én Istenem, népem az én népem, de nem olyan könnyű dolog ám. Ez egzisztenciális döntés volt. És ezt meg kellett, hogy előzze valamit. Megismerhette valamennyire azt az Istent, akiben Naomi hitt, akiről most már beszélt. Akiről azt mondta, hogy az ő keze művelte mindezt az életünkben, de ennek ellenére nem rázom az öklöm ellene, mert ő jó és szeret. Ez a súlyos próba odafordította őt Istenhez, és végre leborult előtte. Azt mondta, Uram, a te kezedből fogadom el ezt a súlyos vesztességet is, és ezek után is bízok benned most már jobban, mint eddig. Ott van ebben a bűnbánatnak is a kifejezése is, meg a bízalma is. Ez minden próbatételnek a célja. A harmadik, amit észre kell vennünk Naomiról, az, hogy miután kinyílt a szeme, és meglátta Istent, egyszerre meglátta azt is, hogy nincs a helyén. Itt hangzik el először, hogy menjünk haza. De megjelenik Naomiba valami, amiről eddig nem volt szó, mi ez? Azt mondja a mennyeinek, hogy ne gyertek velem. Tudom, hogy az úgy illik, meg mit szólnak hozzá, ha magára hagytok egy özvegy öregasszonyt, de hagyjatok engem magamra. Ti fiatalok vagytok, moabiták vagytok, maradjatok itt, anyátoknál, apátoknál, népetek között, menjetek férhez, legyenek gyerekeitek, legyetek boldogok, előttetek áll a jövő, én meg hadd menjek haza egyedül. Hogy hívják ezt? Ezt hívják úgy, hogy szeretet. A szeretet mindig azt nézi, mi a jó a másiknak, és nem magával van elfoglalva. Elkezd a másik fejével gondolkozni, a másik szívével érezni. És hogy hoz egy olyan döntést, ami a másiknak jó. Maradjatok itthon, és legyetek boldogok, majd én valahogy megleszek. Ez nem áldozat? Dehogy nem. Ők lettek volna a támaszai. Neki is rosszabb önmag ellen döntnöd, de a szeretetre mindig jellemző. Szeretet és áldozat karonfogva járnak, és sokszor éppen az áldozat pecsételi meg a szeretetet, hogy az igazi volt. Azt olvasjuk, hogy azáltal lett nyilvánvaló az Isten szeretete irántunk, hogy az ő egyszülött fiát odaadta, odaáldozta, hogy éljünk által.
A szeretetből mindig következik az áldozat. Aki fél az áldozattól, soha nem fog tudni igazán szeretni. Aki nem tud igazán szeretni, az soha nem lesz igazán boldog, mert a legnagyobb boldogság az, ha sikerül valakit boldoggá tenni. Ez mindig áldozatok árán megy csak. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, oda áldozta. Jó lenne, ha megbarátkoznánk ezzel a gondolattal, és nem riadoznánk a Bibliának ezektől a nagyon fontos tanításaitól. Úgy félnek az emberek az áldozattól, a legkisebbtől is, nem attól, hogy önmagukat áldozzák fel, a szeretet pedig mindig áldozattal jár, és aki igazán szeret, az szívesen hoz áldozatot, számon sem tartja. Amikor ilyen mondatok hangzanak el a családból, annyi mindent megtettem, érted, és te, ott nem volt szeretet. Ott csak érdekből áldoztad fel. Csak érdekből tettél annyi mindent. És mivel nem kaptad vissza azt, amit vártál, ezért most panaszkodsz. Mert az igazi áldozati szeretet nem tartja számon, hogy mit tett. Naomiban itt megjelenik valami önzetlen, igazi, tiszta szeretet, amivel képes önmaga ellen dönteni, képes belehelyezkedni egy másik generáció gondolatkörébe, problémakörébe, és akkor lenne boldog, ha azokat boldogabbá tudja tenni. A vallásos közösségekben és közösségeinkben sem lenne olyan nagy szakadék a generációk között, ha ott lenne ez a gondolkodás, hogy én most a fiatalok helyébe helyezem magam, és megpróbálok úgy gondolkodni, mint ők. Mert hogy én is voltam fiatal. Már ezt elfelejtjük. Vagy egy idealizált képünk van a fiatalságunkról. Mi jók voltunk, szépek voltunk, helyesek voltunk. A mostani fiatalok meg rosszak, lázadóak, meg akár. De ez a mi memóriánknak a baja, mert nem igaz, hogy olyanok voltunk. A negyedik, hogy megérkeznek Betlehembe. Onnan kivándoroltak annak idején. Ott mi történik? Beszámol Naomi a népnek, körülállják az emberek, mindenki csodálkozik, olyan szépen van itt leírva, ha röviden is ez Naomi nem mond. Nem ilyen volt, amikor elment. Persze, hogy nem, mert több mint 10 év annak, és azóta súlyos gyászokat viselt, és akkor mondta a beszámolójában egy érdekes mondatot. Egész családommal mentem el, és kifosztottan hozott vissza az Úr. Nehéz lefordítani ezt a héber mondatot. Nyugodtan mondhatnánk azt, hogy tele mentem el, és üresen hozott vissza az Úr. Arra figyeljünk fel, hogy melyik mondatrésznek ki az alanya. Nem azt mondja, hogy egész családommal mentem el, és egyedül jöttem vissza. Nem azt mondja, hogy egész családommal vitt el az Úr, és most nélküle hozott vissza. Hanem azt mondja, hogy amikor elmentem, én mentem el magamtól. És most az Úr hozott vissza. Ez a különbség. Az innen elvezető útat Isten nélkül tettük meg, most pedig vele jöttünk vissza. Azonnal Istenre mutat. Aki elolvasta ezt a rövid beszámolót, láthatja, hogy nem az sorolja, hogy mi történt vele, hanem mit cselekedett Isten vele. Itt már lát, és nem szégyeli megvalani Istent mások előtt. Itt már Istenre mutat, ő próbálta meg, ő hozta vissza, ő akar újat kezdeni vele, és még őrá bízom, ezért őrá bízom egész lényemet, magamat. Nagy különbség ám az, amikor valaki elmegy Isten nélkül, vagy láttuk, vagy amikor vitetik és engedi, hogy Isten visszavigye őt. Most üresen jött vissza, lelkiekben mégis gazdagabb,
mert most közössége van az élő Istennel, és ennek a békessége ott van az életében, a szívében. Így szoktuk, ám mi is telemegyünk el, és üresen visz vissza az Úr magához. Ott van a tékozló fiú példázata. Tele zsebekkel, tele pénztárcával ment el otthonról, tele tervekkel, vágyakkal, önbizalommal, és amikor visszavitte az Úr, akkor csak a rajta lógó rongyai voltak. De várta az apja, és újra fiává fogadta. Többet kapott belőle, mint korábban. Isten segítsen minnyájunkat, hogy észrevegyük Isten munkáját az életünkben, és vihessen minket oda, hova akar. Akkor leszünk igazán gazdagok. Lehet, hogy ennek érdekében sok mindent elvesz tőlünk, ami addig kitöltötte az életünket, csak éppen ő hiányzott belőle. És az ötödik történet végéről, hadd említsek meg valamit, mert a történet vége is szép. Rutot feleségül veszi Boáz, a Boáz nevű ómodú gazda, születik egy kisfiút, és mit csinál akkor Naomi? Születik egy gyerekük nekik. Nekem is lehetett volna unokám, a fiam fia. De a fiamat elvette az Isten, és nekem már soha nem lesz unokám. Megjelenhetett volna a keserűség, az irigység, még az Isten ellen lázadás is, és ezzel az irigy keserűséggel nézi ezt a gyereket, azoknak a gyerekét, mert nem volt vérrokonsági kapcsolat közte és a gyerek között. Ehelyett mit csinál? Elmegy hozzá, és azt kérdezi, tud-e itt egy nagymama valamit segíteni? A karjába veszi a kisbabát, és dajkája lesz. A kortársai, az asszonyok meg azt mondják, unokája született Naominak. Hiszen ez volt a menye, volt menye többet ért 7 fiúnál. Naomi boldog, ringatja a kis Obédet, és használja őt Isten. Nem úgy néz arra, hogy idegen, pedig nincs vérségi kapcsolat, mondom, hanem itt már Isten eszközévé válhatott, és mindenféle keserűség, irítség, panasz, vádaskodás nélkül tele van a szíve örömmel. Itt olvastuk, hogy áldott az Úr, aki nem hagyott engem magamra. Magasztalja Istent, segít abban a családban, és kapott egy unokát, amelyet unoka Dávidnak a nagyapja lesz. Ennek a kis Obednek a fia lesz Isai, és az ő fia Dávid, tehát a Messiás Krisztusnak az elődje. Ott van a nemzetségi táblázatában Jézusnak. A második pogány nő, Ráháb után. Ilyen szép feladatot kapott Istentől. Ott maradhatott volna a Moab földjén, vádolja Istent, sajnálja magát, szíd mindenkit, a saját népét, a moabitákat, a mennyeit, akik elhagyták, vagy legalábbis az egyik mindenkire mérges lehet, vagy engedte, hogy Isten kezébe vegye, ugye egy másik úton, egyre használhatóbb eszközé vált, és egyre boldogabb emberi lett. Nem csak úgy lehet boldog valaki, ahogy általában szoktak, meg ahhoz, ahogy magának elképzeli. Istennek nagyobb a fantáziája, mint a miénk. Ő azt akarja, hogy boldogok legyünk. Engedjük-e, hogy azzá formáljon? Jó lenne, ha tükör lenne ez számunkra. Ha valamit Isten nélkül tettünk eddig, valljuk meg. Bánjuk meg, és forduljunk vissza onnan. Fogadjuk el azok kezéből a próbákat is, és higgyük el, ő jót akar azokkal is. Ne várjuk meg, hogy próbálnia kelljen, hanem az igét tartsuk szem előtt, és engedjünk annak. Egyszer egy ige hirdetésben elmondtam azt, hogy lelkész akartam lenni, saját elképzelésem szerint, aztán börtön lett a vége. És elmondtam azt is,
hogy szerintem enélkül is lelkész lehettem volna, és enélkül is megtanulhattam volna Istenben bízni, de hát ez kellett nekem, úgy látszik. Naominek meg az. De biztos, hogy kellenek ezek a varga betűk? Engedjük, hogy vezessen minket az útján, ahol talán egészen másként tesz boldogá, mint ahogy mi gondoljuk. Hogy azzá tesszük magunkat, de sokkal nagyobb, tartósabb, értékesebb ez a boldogság, amit Istentől kapunk. Erre segítsen meg, hogy mennyi jó atyánk. Amen. Álljunk fel egy imára. Urunk, hálások vagyunk Te neked újra és újra. Hálások vagyunk azért, mert tőled kaptuk az életet, tőled kapunk mindent. Te vagy a teremtőnk, és Te vagy a megváltunk. Hálások vagyunk azért, hogy Te akkor is mellettünk maradsz, amikor mi elengedjük a kezedet. Amikor más utakra indulunk. Te vissza akarsz vezetni újra és újra magadhoz. Mert tudod azt, hogy ott vagyunk biztos helyen. Hogy a veled való szövetségben vagyunk védve. És ott bármi ér minket, azt javunkra tudod fordítani. Urunk, bocsásd meg, hogy akár a múltban, akár a jelenben úgy teszünk dolgokat, úgy döntöttünk, vagy úgy döntünk el dolgokat, hogy nem kérdezünk meg téged. És hát, hogy itt és most megszülessen a szívünkben az a döntés. Hogy mi nem akarunk így döntéseket hozni. Hogy mi bele akarunk simulni a te tervedbe. Hogy mi hallgatni akarunk rád. Mert te akkor is megőrzöl, akkor is velünk vagy, ha varga betűket teszünk, de anélkül sokkal jobb. Urunk, most kezedbe tesszük le életünket. És hát, hogy valóban nap mint nap hagyjuk, hogy ott legyen. Hagyjuk, hogy te vezess. Hogy te irányítsd életünket. Hiszük, hogy te ezt megadod, és köszönjük ezt neked, atyánk. Amen.